A hazánkban 2020 óta elérhető hitelmoratórium, amely a koronavírus miatt kölcsönüket törleszteni nem tudó banki ügyfelek megsegítésére szolgál, és minden 2020. március 18-áig folyósított hitel, kölcsön, illetve leasing szerződésre érvényes. A jelenlegi információk szerint 2021. szeptember 30-áig továbbra is igénybe vehető. Magyarország kormánya emellett a folyamatban lévő nemzeti konzultáció keretében is megkérdezi a lakosságot, szükséges-e a törlesztési halasztás lehetőségének fenntartása. A járványhelyzet okozta krízis időszak miatt válságkezelő intézkedésként 2020. március 19-e óta fizetési halasztást vehetnek igénybe azok, akik kölcsönük törlesztésében nehézségekkel szembesültek. A járvány második, illetve harmadik hullámával járó további gazdasági nehézségek miatt a hitelmoratórium lehetőségét Magyarország kormánya először 2021. júniusáig hosszabbította meg, majd a jelenleg is érvényes döntés szerint 2021. szeptember 30-ig. A moratórium számos adósnak jelentett mentőövet. Aki elveszítette a munkáját, aki csak kisebb fizetést kapott, akinek megroppant az egészség, vagy a családban, a kezesnél, adóstársnál valami probléma volt, neki nagyon-nagyon fontos volt, és hát annak idején egy nagyon nagy kör választotta ezt, egészen konkrétan 1,6 millió adós és családja, legalább egy hitel esetében, és a vállalatoknál is ugye 50 ezer vállalat. Ma ott tartunk, hogy 1,2 millió lakossági ügyfél és 30-35 ezer vállalat van még a moratóriumban. Látszik egy folyamatos apadás, és bizony megvan az a kör, aki továbbra is rászorul. A törlesztési halasztás során meg nem szűnő, feltorlódó kamatköltségek miatt a szakértők azt javasolják, hogy akinek rendeződött az anyagi helyzete, folytassa hitele visszafizetését. Az alatt az időszak alatt, amíg a moratóriumban van az ügyfél, arra az összegre, a hitel összegre, annak a tőke részére, amit még nem fizetett vissza a bankjának, ez alatt az időszak alatt is kamat, illetve díj rakódott, hiszen a bank pénzét használja továbbra is az ügyfél, a törlesztést ugyan nem kell fizetni, de ez a bizonyos kamat, ez a bizonyos díj, ez ott van, ott lehet, és ezért, ha már megvan a törlesztési képességünk, ha tudunk fizetni, akkor ez egy fölösleges luxus kiadás ezt tovább is növelni, hiszen ez rakódna tovább. Tehát mi azt mondjuk, hogy aki megteheti, és ez az ügyfeleknek a nagyon nagy hányada, mi számításaink szerint legalább 56%-a, bankszövetség számítása szerint 81%-a, tehát a döntő többség az ügyfeleknek tud fizetni, azt mondjuk, hogy érdemes visszatérni, rendbe tenni a családi kasszát, átgondolni a kiadásainkat, és nem növelni tovább ezt a bizonyos terhet. Binder István kiemelte, a hitelmoratóriumban való részvétel során nem csak a visszafizetendő összeg emelkedhet meg, hanem a futamidő is kitolódik. A Magyar Nemzeti Bank szóvivője hozzátette, jelenleg szakmai egyeztetések folynak a témában, valamint Magyarország kormánya nemzeti konzultáció keretében a lakosság véleményét is kikéri annak kapcsán, hogy meghosszabbításra kerüljön-e a fizetési halasztás igénylési határideje. A kérdőívet augusztus 25-ig van lehetőség kitölteni papír alapon, illetve online is.